Ha egy országban kevés muszlim él, akkor a terrortámadások esélye minimális. Így vélekedik egy nemzetközi terrorizmus szakértő. Diego Muro szerint komoly veszélyt jelent, hogy a szélsőséges szervezetek nagyban hozzájárulnak a regionális instabilitáshoz és újabb menekült hullámok kialakulásához. Pedig az Európára nehezedő migrációs nyomás már így is nagy problémát okoz a kontinensen. Hogy hogyan alakulhat a terrorizmus jövője, arról már szakértő vendégünket Tari Attila kérdezi. Így van, jó reggelt, szervusz György, és jó reggelt a kedves nézőknek, és mai első vendégünknek, Marsai Viktornak, kutató Intézet igazgatójának és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A terrorizmus és a politikai erőszak jelene és jövője, ez volt a címe egy nemrégiben tartott konferenciának, ahol ön is jelen volt, és ezen azt, az volt az egyik téma, hogy melyek a 21. századi terrorizmus trendjei. Vannak trendjei a terrorizmusnak? Ma milyen trendekről? beszélhetünk. Igen, a, a, akárcsak a divatnak, a terrorizmusnak is vannak ö, trendjei, ö, és az elmúlt években ezt elég jól láttuk a dzsihadista a erőszaknak a felfutásával. Ugye a szeptember 11 után az látszott, hogy a, a terrorizmusról való diskurzust és magát a jelenséget is alapvetően ez a mozgalom hát mondhatjuk így a sajátította ki és ö, tematizálta igazából az erről levő beszédet, miközben azért nem szabad elfelejtenünk, tehát hogy itt mondjuk akár a szélső szélső jobb terrorizmus ugyanúgy jelen van a világban, de kétségtelen tény, hogy a, a szélsőséges iszlamista ideológián alapuló terrorizmus volt az, ami az elmúlt két évtizednek a diskurzusát meghatározta. Az elmúlt években azt látjuk, hogy ez különösen a nyugati világban visszaesett, a 15-17 közti nagy terrortámadások után a nem független a szolgálatok az áldásos tevékenységétől. Azt látjuk, hogy Európában és Észak-Amerikában nagyon nehéz lett stratégiai terrortámadásokat végrehajtani. A nagy célok, hogy a Először az Alkaida, aztán az iszlám állam megszervezze ezeket a mozgalmakat, és egy centrális pontból irányítsa őket világszerte, ez is kudarcot vallott. Ugyanakkor a, a rossz hír az, hogy azt látjuk, hogy a perifériákon ezek a szervezetek megvetették a lábukat, Dél-Ázsiában, Afrikában, és ott ö, valóban halálos fenyegetés jelentenek számos államban. Ez hogy működik a gyakorlatban, hogy ö, ahol politikai, politikailag, gazdaságilag instabil a helyzet, ott megjelennek ezek a szélsőséges csoportok, vagy fordítva, ők miattuk van a destabilizálódás? Ugye is is látunk mindkettőre példát, ugye a konferenciának ugye az egyik uh, nagy tanulsága volt, hogy azt megmondani, hogy mi, 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 miért lesz valaki terrorista, ez nagyon nehéz, hiszen uh, fel tudjuk sorolni ezeket az okokat, hogy a, a, az egészen a pszichológiai okoktól kezdve, ugye volt az ensz egy nagy tanulmánya, árván nőttek föl, boldogtalan gyermekkortól kezdve, a, a gazdasági deprimációig, marginalizált közösségek való tartozása, több is, az erőszak jelenléte a társadalomban, ezek mind hozzájárulnak a jelenséghez, de hogyha ezek elengedőek lennének, akkor a, a világban most több millió terrorista szaladgál, és hál' Istennek e, nem állunk ilyen, e, ilyen rosszul. De ezek kétségtelenül hozzájárulnak ehhez, és azt látjuk, hogy a, a perifériákon a, a, a terrorszervezeteknek volt egy nagyon fontos innovációja, ami a, a globális hálózatok kapcsán, a, a, legalábbis a magjuk, tehát a, a központok kapcsán, az alkaid iszlám állam kapcsán ez nem működött, viszont a perifériákon elég jól elkezdték használni azt, hogy miközben a, a nagy globális narratívákat használják, hogy igenis a, a, a kalifához tartozunk, igenis ugye az alkaide hálózatához, Közben beemeltek a diskurzusba olyan elemeket, amelyekkel a helyi, akár marginalizált csoportok, Szomáliában például klánok, Maliban etnikai csoportok is tudtak valamit kezdeni, mert ugye a nagy világ megvált üzeneteknek így kevesek voltak, nekik azt kellett, hogy azt mondja a szervezet, hogy mondjuk a fuláni közösség mögé áll a, az iszlám állam Maliban, és az elnyomó, legalábbis a fulánik szerint elnyomó központi hatalommal szemben támogatja őket, és ebben nagyon sikeresek voltak ezek a szervezetek. Ha itt Afrika, Afrika, szóba került, ugye ott az élenség is megfigyelt, hogy azokon a, azokon a, régiókban, ahol mondjuk valamilyen gazdaságilag nehezebb időszak következik, és mondjuk nagyobb közösségek léte, vagy megélhetése kerül veszélybe, ez is odatolja őket a szélsőséges csoportok felé. Így van, ugye a koronavírus járvány kapcsán világosan láttuk azt, hogy a a gazdasági helyzet romlása az nagyon sok embert, különösen a fiatalok közül lökött a nek a a, hálójában, hálójába, a nagy számok törvénye alapján, ez világosan látszott, hogy a terrorszervezetek elkezdenek toborozni a fiatal lakosság körében, akik kihullottak az iskolából, akiknek a gazdasági helyzete ellehetetlenült, hiszen ne felejtsük el, nagyon sokan, és erre is nagyon sok tanulmány jelent meg az elmúlt években, nem feltétlenül ideológiai, ideológiai okokból csatlakoznak a szervezetekhez, hanem mert van egy ilyen szép élet reménye, fizetést kapnak, kiházasítják őket, mobiltelefont kapnak, tartoznak majd valahova, és ugye Kenyában, vagy akár a, a, a csátó de ugyanígy látjuk ezt Afganisztánban is, hogy sokan egész egyszerűen megélhetési forrásként tekintenek a szervezetekre, és amikor rájönnek arra, hogy hát itt egy jóval veszélyesebb valóságról van szó, mint amit a, a szép propaganda lefestett, onnan már késő, ugye nem ezekből a szervezetekből nem lehet csak úgy kiugrani. Hogyha a másik oldalról nézzük ezt a folyamatot, akkor a szélsőséges csoportok, vagy a terrorista csoportoknak a jelenléte és a tevékenysége, hogyan befolyásolja egy adott régiónak a stabilitását, tehát hogyan rengeti meg, mondjuk renget meg egy biztos helyzetet az, hogyha a szélsőséges csoportokat megjelennek. Igen, ugye Épp az a kérdés, hogy mennyire biztos ez a helyzet. Tehát nem véletlen, hogy Európában hiába voltak terrortámadások nagy számban 15 és 17 között, a az erős állami struktúrák ezekkel meg tudtak birkózni. Ott, ahol törékeny államokat látunk, mint Dél-Ázsia vagy Afrika, ott viszont a már eleve ingatag struktúrák, ezek nagyon könnyen alá tudják ásni. Ugye a legutóbbi ilyen példa, például Mozambik, ugye a, a kelet-afrikai partvidéken, ami egy 20 éves, mondhatni, sikert tudott maga után a polgárháború lezárása után, amit a 90-es évek elején zártak le és mindenki nagyon boldog volt, hogy prosperál az ország, földgázmezőket fedeztek fel, stb. stb. Míg nem 17-ben megjelentek a szélsőséges iszlamisták, és ez a sikertörténet gyakorlatilag egyik hétről a másikra vált egy nagyon problematikus történetté. Ugye a fejlett világnak ezzel egyrészt azért van dolga, mert amit most látunk, hogy ezekről a helyekről emberek százezrei vagy nagy tömegei indulnak el, és adott esetben Európa felé veszik az irányt. Milyen feladatot ad ez mondjuk nekünk itt Európában, vagy úgy összességében a fejlett világnak? Hogy hogyan tudunk ez ellen küzdeni? Ugye nem szabad szóval elfelejtenünk, hogy egy globális faluban élünk, tehát a, itt, akár itt a mozambiki példánál maradva, tehát a, a mozambiki földgáz kitermelés jelentős részét ezt európai vállalatok végzik, tehát itt vannak nagyon komoly gazdasági érdekek, de ne felejtsük el, hogy itt a közvetlen állampolgáraink védelme is felmerül a. a Száhel kapcsán például, ugye különféle beszélések szerint 50 és 100 ezer közti francia állampolgár ér a Száhelben. Tehát amikor Párizs katonai műveleteket indít a, a dzsihadisták feltartóztatására, ezzel a közvetlen a saját állampolgárait is védi ezzel. Hogyan tudunk ezzel ellen, tehát hogy az, hogy mondjuk az Európába irányuló tömeges migrációt, ez hogyan befolyásolja, mondjuk ha itt Afrikánál maradunk? Ugye a stratégiai megoldás egészen biztosan ezeknek az államoknak a stabilizálása. A, a fegyveres konfliktusoknak a visszaszorítása, és hát ugye itt egy több, több lépcsős védelemről van szó, a katonai szerepvállalástól kezdve, a, az állami ö, ellenálló képesség erősítéséig, és hát a végén ott van ugye a gazdaságnak a, a talpraállítása, megerősítése, hiszen hogyha az adott államok gazdasága elegendő munkahelyet tud biztosítani a, a lakosság számára, akkor a, a fiatalok nem a terrorcsoportokhoz fognak ö, csatlakozni, hanem a nemzetközi vállalatokhoz, amelyek megfizetik őket. De ebbe azért nem lettünk túl optimisták, ez egy hosszú á, út áll előttünk. Nem véletleg, Ez, ez csak egy külső beavatkozás, vagy tehát valahogy kívülről kellene segíteni ezeket az országokat, abban, hogy stabilizálódjanak. így van, az egész biztosan így van, tehát akár tetszik nekünk, vagy a helyi szereplőknek akár nem, tehát itt ö, csoda önmagában nem fog történni. Marsai Viktornak köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.